Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A Mindjárt Kezdünk felirat már fut, ez ma a második podcast, ma a Black Mirror sorozatnak lesz a következő része. Remélem, aki online ide téved, élőben velünk van, tartson velünk, kb. 15-20 másodperc is kezdünk. Én a csetet majd figyelem, tehát hogyha van kérdésetek, hozzászólásatok, írjátok meg nyugodtan a csetbe, és akkor arra majd reagálunk. Mindjárt kezdünk! Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Mére Gatilla vagyok, és a Bécsi Rádió Rend stúdiójában nem ülök egyedül. Szia Otto, köszönöm szépen, hogy veled most elkészítjük ezt az adást. Szia Attila, és mindenkit én is üdvözlök. Hát, hogy pontos legyek, ugye bár azért említsük meg, hogy Kovács Otto, tehát hivatalosan, a Mozi Mentor YouTube csatornának a szerkesztője, kitalálója, egy személyes motorja vagy, ami két éve fut, és ahogy én rátaláltam, és ezt pár nap alatt hogy le is zongoráztuk, hogy csináljuk már meg veled ezt az aktuális adást, hogy kicsit így mutasd már be röviden a nézőknek, hallgatóknak, most hogy csak hallgatóknak, mert nagyon nem fog bevágni semmit, hogy a mozi mentor az mit is akar, mit is akar bemutatni, mit is akar az online felületre hozni, és mit szóltál az, hogy a Black Mirror-t bedobtam, és amúgy rámondtad az igen, hogy igen, csináljuk meg. Igen, a Mozi Mentor csatornát két éve kezdtem el. A motiváció mögötte az volt, én nagyon szeretem az értékes filmeket, a teljes filmtörténetből ezeket folyamatosan kutatom, gyűjtöm, és szerettem volna átadni másoknak is azokat az értékeket, amiket én ezekből a filmekből kaptam. Nagyon sok film segít minket az életben, akkor is, hogyha elakadunk, hogyha problémánk van, hogyha esetleg valamilyen választ várunk, vagy ha esetleg csak annyi kell nekünk, hogy lássunk más embereket is, akiknek ugyanaz a problémájuk, és lássuk azt, hogy ők hogyan jutnak azon túl. Most, most nézzük nekem, hogy mutatom a, 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 csatornádon szereplő videókat, hogy a kezdésnek elsőnek amúgy van, ami, ami szerintem tök jól sikerült, jó, mindegyik jól sikerült értem, de ami, ami kezdésnek nem is túl deep, tök jó belépőnek a YouTube csatornádnak hoz. Igen, Hát a gázláng, ugye George Cukornak az 1944-es filmje, az nagyon népszerű lett, és talán pont azért, mert manapság nagyon aktuális. Tehát mind privát életben, mind munkahelyen nagyon fontos, hogy az ember védekezni tudjon egy ilyen motivációval szemben. És tehát, hogyha valaki elkezdi az embert manipulálni, gázlángolni, akkor hogyan tudja ezt felismerni időben, hogyan tud erre reagálni. Ugye a filmben Ingrid Bergman, a főhősnő, sajnos nem ismeri fel időben ezt a kázlángolást, viszont mi a film segítségével és az ő szerepe segítségével ezt megtanulhatjuk. És ezért ez a film ez nagyon sokat ad szerintem. A mai napig én nem ismerem, de majd pótolom, felírom a lista, hosszú listára. Majd egyszer, <laughs> nem, amit... jó, jó, jó ajánlás, jó ajánlás. És ahogy néztem tényleg, hogy milyen filmekkel foglalkozom, biztam benne, hogy a Black Mirror-t ismered, és ismered, hál azért ez így kiderült, és, és, tetszik az ötlet, hogy most frissen pár napja jött ki a hatodik évad, és ilyenkor le lehet darálni a netflix az összes részt, hogy az első hatodik évad első részének az ötlete az, hogy mennyire tetszett, mennyire tárolod jó ötletnek, hogy elkészítjük ezt az adást a Black Mirror-ról. Nagyon jó ötletnek találom azért, mert szerintem lehet beszélni erről a sorozatról. Igazából nagyon aktuális témákkal foglalkozik, tehát jelenlegi és jövőbeli témákat vet fel. Ugye én, én megnéztem, és az IMDB-n az egymondatos leírás a sorozatról úgy hangzik, hogy high-tech multiverzum, ahol az emberiség legnagyobb, legnagyobb találmányai és legsötétebb Ösztönei kerülnek összetűzésbe. Találó leírás és Emiatt amúgy jó ez a rész, mert most műsoron kívül beszéltük, hogy szerintem ez a másik rész, tehát kettő rész van ez az egyik, aminek happy end a vége, szóval annyira nem deep, meg nem, nem, nem hoz le az életről hál az ének ez a rész, tehát valamilyen szinten van pozitív befejezés. Amúgy spoileres kibeszélő lesz, tehát mindenről beszélünk, ha valaki még nem látta, akkor nézze meg, és utána térjen vissza hozzánk, tehát ezek a kibeszélők azért bőven belemegyünk a részletekbe, sőt, arra szól, hogy kiboncoljuk, hogy mi tetszett, mi nem tetszett, mivel értünk egyet, milyen furcsaságok vannak, amik amúgy jól reflektálnak a mi életünkre, a jelenlegi helyzetre, és emiatt is gondoltam, hogy ez, ez a metás rész, ez, ez most igen aktuális, amióta egy berobbant a, a, az AI, és egyre több robot van körülöttünk, sőt a okostelefonok, és az okostelefon is milyen fontos szerepet kapott ebben a részben. Két-három mondatban összefoglalom, hogy neked mit adott ez a rész, vagy miért találod miért jónak, hogy konkrétan ezzel a résszel foglalkozunk elsőnek így ebben a, hát remélem havonta veled is egy adást majd tudunk hozni ebbe a sorozatba veled. Szerintem a legérdekesebb az volt ebben a részben, hogy a főszereplő John azt mondta, hogy ő nem érzi úgy, hogy a, a döntéseket az életébe ő hozza, nem érzi úgy, hogy a saját életében ő a főszereplő. És azt hiszem, hogy ezzel szerintem nagyon sok embert megfogott a sorozat, mert manapság nagyon sokan érzik úgy, hogy úsznak az árral, és valahogy kicsúsztak a saját életükből. És szerintem emiatt lehet rögtön úgymond azonosulni a főszereplővel. Ugye a sorozatnak ez az első epizódja, Joan a szörnyű, és elgondolkodtató az, hogy valójában, ahogy nézzük a sorozatot, azért ő annyira nem szörnyű, és idővel, ahogy halad előre a sorozat, akkor értjük meg, hogy miért is ez a cím. Tehát mi ennek a lényege? El, eljutunk majd odáig is, hogy a, 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 a sorozatban szereplő Streamberry adnak mi a koncepciója ezzel az egésszel. Amúgy nekem kicsit neutrális volt a főszerep, tehát hogy néztem, hogy ez most tényleg egy Black Mirror rész, meg úgy, úgy tényleg nem is állt össze körülbelül, hogy ez most hova fog kifundani. Az első 12 percig így látunk egy szereplőt, aki most valakinek szimpatikus, érdekes, különleges, most ez whatever, de, de így meglepő volt, hogy ilyen kis szürke kisegérnek az életét, hogy kibontják, és mit hoznak ki belőle. És hát ez, ez, most így nagyon aktuális, hogy te voltak a Pegazus botránytól kezdve, lehallgatásig, mert hát mindenkit amúgy nyomon lehet követni, mindenki hagyja leokézza a sütiket és társait, szóval erről szól ez a, ez a rész is, hogy van egy Netflixhez hasonló szolgáltató, streaming szolgáltató, aki, aki az emberek, a, a felhasználói, az előfizetőinek az életét így felhasználhatja, mert van egy ilyen szép, hosszú, nem tudom, amúgy mindenhol, amúgy, ha ki lenne nyomtatva, valószínűleg egy sok helyen hasonló szintű szerződések lennek, amit így zokszó nélkül a öregedő applikációnál az emberek így leokéznak, és hát az a teóriája ennek a sorozatnak, hogy oké, okay, a sorozatban vagy a részben leokézzák az emberek, akkor engedélyt adnak, hogy az életüket, amit monitoroz hát, néz figyel az okostelefonjuk. Persze ebben logikai bukfencet lehet találni, hogy az emberek akkor mély viszik utána magukkal mindenhova, meg miért hagyják, miért nem törik össze is társai, de ebből az információból a mesterséges intelligencia mondhatni azonnal tud egy adást csinálni, egy részt a, 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 az adott részben, tehát a, ebben az ebbe a epizódban szereplő főszereplőről tud generálni egy true story ami tényleg vele megtörtént, egy Hát itt száma helyek a, 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 adott szereplő, aki eladta a saját digitális mását, és ezzel a, a mesters intelligencia létrehoz egy adást, ami hát finom szóval kiveri a, jogosan amúgy kiveri a biztosítékot a főszereplőnél, Johnnal. Igen, igen, ez nagyon érdekesen megjelenik a sorozatban. Szerintem még sokan nincsenek tisztában azzal, hogy ez a Deepfake ez valójában hogyan működik. Hát, mi és... is lehet, hogy csak kapargatjuk a jég egy csúcsát. <laughs> igen, igen, én egyébként fölírtam itt magamnak egy csatornát, amit én szoktam nézni, és ennek a neve, hogyha a kedves nézők esetleg ránéznek, nagyon érdekes, VFX Chris Ume. YouTube csatornája, ahol Tom Cruise tipfékeket csinál. Nem tudom, ismered-e? Én ismerek egy srácot TikTokon, akit akkor úgy néz ki, mint Tom Cruise, de akkor az nem, nem hasonló srác, hanem rá van maszkolva valami, ami így ugyanazt. Ezek, ezek a videók úgy készülnek, hogy otthon előállítja ezeket a deepfake videókat. Egyébként az arcberendezés eléggé hasonló, és így sejthetjük azt, hogy a jövőben esetleg, hogyha találnak bizonyos híresebb emberekhez is, vagy politikusokhoz másokat, akkor be lehet vetni elég könnyen ezt a ezt a deepfake. Durva, meg veszélyes, meg hát ilyenkor azért beindul az embernek a fantázia, akkor most ezt most tényleg ő mondta, vagy kimondta, vagy tényleg igaz, meg, tényleg megtámadtak az ufók minket, vagy csak csak egy vicc, ahogy Orwell, Orzon, Or, Orwell, Orwell, Orzon Vesz, Orzon Vesz megcsinálta, igaz, az csak já, rádiójáték volt, de bevették az emberek, most már van hozzá olyan külcsín, akkor, akkor még én is bevenném simán, tehát még venném be. Igen, és, és nemrég egyébként volt uh, ugye egy nagyszabású Abba koncerturné, ahol ugye az, az Abba énekesek léptek fel, de úgy, hogy a koncerten rájuk volt vetítve a régi önmaguk. Tehát ez azt jelenti, hogy teljes deepfake koncertet láttak a nézők, de úgy, hogy valójában ők voltak mögötte, jelen korukban, ugye, hát ők most már idősebb emberek. Hát olyan 60-70 körül. Körülbelül szerintem igen, és a fiatal önmagukat lehetett közben látni, egy egészen furcsa számomra, hát meg hogy mondjam, én azért egy régi módi ember vagyok, nekem ez, ez annyira nem tetszett, de hát manapság nagyon sokan ugye megszállottan próbálnak fiatalok maradni. És ez hát ez a tehát Fred Mercury-ről volt egy hologrammos koncert, igen. vagy valami, tehát... Michael így... Jackson hologrammos koncert is volt, igen. Csak ugye ez, ez annyiban más, hogy, hogy ott van egy konkrét ember, és akkor rá van digitálisan vetítve a... ez nem is koppintes, meg nem is lenyúlást, hanem fiatalítja magát, de ez utólag is amúgy sok, hát Alpacsinót is a az Irishman-ben meg mindenkit fiatalítottak, és hát jól mennyire lehet látni, hogy nem lehet látni, de ez így, ez így benne van, és hát egyre, egyre ügyesebbek lesznek ezek a, ezek a programok, tehát nem csak emberek, tehát humán emberek ülnek a gép előtt, és ők retusálják ki pixelről pixelre, meg, meg képkockáról képkockáról, ebben a részben ebben már olyan szuper számítógép van, tehát igazából Hát nem a szuperszámítógép a, a fő ellenség, akit le kell győzni, hanem a stream, a stru, vagy van, streamberi? A streamberi. A, a a főnöke, akihez majd eljutunk az epizód végén is, és ott is neki is volt, volt egy-kettő érdekes kijelentése, de, de a gép, ami, ami ott van, az a szuperszámítógép, az arra képes, hogy tényleg a, digitál, a szalma által, és ahogy egyre mélyebb szintekre megyünk a Matrixban, ott egyre több színésznő van, aki eladja a digitális mását, és akkor abból tényleg mondhatni élőben megcsinálja, estére lehet ülni a kanapéra, és akkor és az a koncepciója a streamberinek, hogy az összes előfizető megkapja a saját saját kis életét egy ilyen montás videóban, egy órás montás videóban, azt ki lehet akadni, vagy lehet nézni a saját kis való világodat, ami nem, a tudom, majkát nézed, hanem, hanem a saját életedet nézed vissza egy digitális színésznő által reprodukálva. Igen, és ugye, ami itt a sorozatban megjelenik, hogy a saját életből nem a jó pillanatokat, és. Hát, nem, nem, a, elég szexi. Nem, nem, a, nem a boldog és, és értékes pillanatokat, hanem inkább azokat, amiket szeretnének elfelejteni, vagy amiket soha nem mutatnának meg másoknak, főleg nem közeli hozzátartozóknak. De azért hozzá kell tenni, hogy érdekes a sorozatban, és ezt ugye. Nagyon uh, ravaszul csinálja a Netflix, hogy mindenki nézi ezt a streamberit. Ugye a streamberi valójában a Netflix, ugye? Tehát ahogy az intrója játékban. reklám, reklám. <laughs> És ugye azt mondják, hogy 800 millió előfizetője van. Hú, ez nem is jelenleg. Nem, de a, elhangzott benne? Igen, elhangzott a szám: 800 millió előfizető. Jelenleg a Netflixnek 233 millió előfizetője az, van. Az is durva szám. Az is durva szám egyébként, de hogyha megnézed az éves növekedést tavalyról idei évre, akkor az 1,75 millió. Tehát azért a 800-tól eléggé meglehetősen Ambi ambiciózusak, mondjuk így. Igen. Hát félelmetes, de így maradjunk te, ez a stream háborúra most szerintem tök jól reagál, hogy hát valami újat, valami szexit, valami különlegeset, úgy, mint a Forma 1 is próbál megújulni, a filmművészet is próbál megújulni, ezt most a új Pokémon film nem mondják, hogy ez már a TikTok generációnak készült, annyi vágás, olyan effektek vannak benne. És hát a streaming háború is nem azt mondom, ide fog eszkalálódni, de hát a Black mirror ez... Uh, velejárója vagy jellemzője, hogy próbál reflektálni, és sokszor jól reflektál a jelen kihívásai, a jelen kérdéseire, és ezek a deepfake videók, az AI mesterséges intelligencia, sokan már tényleg a chat GPT-t használják, remélem jól mondtam ki, hogy posztokat, cikkeket, most ugye már tüntetnek a forgatókönyvírók, tehát lehet, hogy öt év múlva már, már fele annyira van lesz szükség, mert annyira okosak lesznek, és annyi minden információt bevisznek a, a közös felhőbe, amit fel tud használni mondjuk a, a mesterséges intelligencia, hogy tényleg lehet, hogy hasonlót vagy jobbat fog írni, mint mondjuk 5-10 évvel ezelőtt van még forgatókönyvvíruszóval. Meglátjuk, hogy mennyire fog ez megvalósulni a való életben. Szerintem meg fog valósulni, és, és valószínűleg lesz lesz ö, ö, olyan rész is, amit, amit te mondtál, hogy elér egy színvonalas szintet, hogy jobbat ír, esetleg, mint a, mint a mostani sorozatok. De ez szerintem csak egy ilyen, egy ilyen Netflix körben lesz igaz. Tehát a, a, a filmművészetnek a jelentősebb darabjai, azok mind úgy készültek, hogy azért a, az adott szerzőnek ott volt a, a lelke mögötte, vagy a, vagy a, teljesen egyéni koncepciója és az egyéni energiája, és azt szerintem ezek a, ezek a gépes sorozatkészítők nem fogják tudni felúlmulni. Tehát, hogyha megnézel egy, egy Igmar Bergman filmet, vagy egy, egy Tarkovsky filmet, vagy akár maradjunk Ausztriába egy Haneke filmet, akkor ezek annyira egyediek, annyira nem sematikusak, és annyira kitalálhatatlan fordulatokkal rendelkeznek, és, és annyira az ember sajátja jelenik meg benne, annyira távol áll a gépektől, úgymond, hogy szerintem... De lehet, hogy nagyon fejlődnek, és akkor így tök jól le tudják utánozni, vagy tudják azt reprodukálni, vagy mondjam, egy 80 éves Ingmar Bergman milyen kérdések foglalkoztathatják, milyen társadalmi problémák arra, hogy hogyan reflektálnak korábbi, minden be van róla véve, hogy milyen gyerekkora volt, akár a nagyszülei, és akkor abból, tehát az információt megkap, abból ő valamit kigyúr, ami lehet, hogy nincs nagyon távol van, vagy lehet, hogy nincs hogy olyan távol a valóság, nem lesz ugyanolyan valószínű, mint a élő humán megcsinálná, csak hát ugye erre konkrét például beszéltem egy programozó ismerősömmel, hogy ő használja a chat g g g gpt-t, és azt mondja, hogy olyan szinten van, tehát van egy ilyen fizetős verziója is, amit a cégek tudnak használni, hogy mint egy junior programozó, tehát azt már így kiváltja, annyi ötletet, tanácsot ad, hogy Hát ezért elég, elég okosok, ami most még szerintem nem félelmetes, meg nem, nem tartok, hogy újra jön a Skynet kora, de, de szerintem az ilyen szempontból tökéletes, és emiatt tartottam. Tehát nem is geniális a rész, tehát van ettől a Black Mirror sorozatban azért jobb rész, meg, meg amúgy többen így lehozták, hogy hát ez annyira nem is erős, meg nem túl szimpatikus a karakter, de maga, amivel foglalkozik, hogy tényleg milyen jogaink vannak, mit engedünk a nagy tech cégeknek, azok a tech cégek a mi adatainkkal mit kezdenek, hogy akarok minket szórakoztatni, hát mondjuk ez kérdés, hogy most mennyire szórakoztatás mennyire tetszik nekünk az, amit a mi életünkről csinálnak, és amúgy vannak ezek a true story meg, meg based on true story stás, megtörtént eseményeken alapul, hát ezek amúgy tényleg megtörténtek, tehát nem, nem nem árulnak zsákba macskát, csak hát ez mennyire tetszik az embereknek, hogy valakik ebből pénzt meg hasznot akarnak kihozni, az már másik kérdés. Igen, hát a sorozatban el is hangzik, ugye, amikor John kiakadt, hogy hogy a, a, cégnek a kezében vagy, és bombabiztos jogilag, ugye ez a szerződés, amit nem is olvasott el. <laughs> hát, ki olvas el ilyen szerződéseket, amiket így aláírnak, főleg az appok nagyon veszélyesek ilyen szempontból. Én most töröltem le a TikTokot, Uh, de amúgy visszaraktam, csak már 90 gigát foglalt a telefonomon, az ilyen cookie, meg ilyen adat, meg mit lájkoltam, mit csináltam, fogalmam sincs, nem is érdekel, csak így, ez mi a franc? Most nem tudom, lehet, hogy most maga az app, aztán 500 mega, de hogy már megint használ, nem használom sokat, még naponta egy 20 percet, de abból így egy x idő alatt azért összegyűjt rengeteg adatot, csak hoppá, egy 90 gigás app van a telefonomon. Hát igen, mert vannak applikációk, amik egy csomó mindent lementenek, azt is, amit nem akarsz. És ugye ezáltal átveszik az irányítást a telefon felett. Ugye a sorozathoz visszatérve, szerintem az nagyon érdekes, hogy, hogy amikor vannak ezek a szerződések, amire mi is, mi is rákattintunk és elfogadjuk. Akkor, akkor valójában mennyi idő lenne ezeket végigolvasni, és ráadásul mennyire sok tudás kéne ahhoz, hogy ezeket jogilag értelmezni tudjuk? Én láttam egy videót erről, ahol azt mondták, hogy egy átlagos embernek is közel egy év kéne az összes ilyen szerződési feltételt végigolvasni és értelmezni. Tehát gyakorlatilag ki kéne venni egy. Egy éves nem fizetett szabadságot, csak hogy elolvassam az összes szerződési feltételt. Igen, ez is ez, és maga a. a... A videóban, vagy a magában a részben, ez csak egy pici, amikor beszél az ügyvédjével, vagy be akarja -e perelni a Strawberry-t, a, strawberry a Netflixnek a mását. Még azonban, hogy tök jó így görbetükről tart magának a Netflix, meg hogy ez így átment a rostán, hogy hát, hogy mutattok be minket, meg ilyen nagy gonosz tech cég. tehát ez, ez is tök jó, hogy létezik egy ilyen Black Mirror sorozat, és ez így le ki tud menni. A, a, a szolgáltatóra, mert hát bemutatja azokat a lehetőséget, amik előtt áll a cég, és hogy tényleg milyen, mennyire szüksége van a felhasználókról, és mennyi mindenre galád módon amúgy képesek, lehetnének, vagy lesznek, ez már persze a Netflixen múlik, és itt már lassan láttérhetünk a strawberry a vezetőjére, aki a végén így kimutatja a fogafehérjét, hogy ez amúgy szerintem tök pozitív, hogy ilyen, ilyen műsorok is lemennek egy streaming szolgáltatóna. Igen, még, még visszatérve arra, amit mondtál, hogy hogy görbetükröt tart, ugye igazából azt én nagyon szórakoztatónak találtam, hogy megjelenik egy elég komoly önkritika. A, a Netflix ugye saját magával szembe fogalmazza meg, ugye hát itt Streamberry néven, de gyakorlatilag tudjuk, hogy ez ugyanaz. Ugye a Szálma Hayek mondja a sorozatban, hogy képesek voltak száz évnyi filmművészetet lealacsonyítani, egy alkalmazássá. És azért, hogyha megfigyeljük, hogy, hogy mennyi minden van a Netflixen, és, és, mennyire, mennyire elképesztően sok tartalmat gyárt, és annak mekkora része igazából minőségi, és mekkora része nem, hát... Hát egy külön műsort, értelek, értelek visszatérve így, a Szalma a karaktere, hát nekem ott volt igazán érdekes, amikor így a végén a, a Michael Cena így beugrik egy tényleg egy három perces kameóra, és ő mondja az egésznek a lényegét, hogy milyen meta Igen. szintek vannak egymásra, és akkor ott látjuk, hogy kik itt játszik pontosan, és melyik színésznőnek van digitális lenyomata, vagy digitális verzióját használják föl. De ez ilyen szemben tényleg félelmetes, amikor a újságíró nő, aki interjúztatja a, a strawberrynek a vezetőjét, hogy hát miért nem pozitív, miért nem jó kicsengés, miért nem jó dolgot mutatjuk meg, hát hogy ez nem elég szexi, tehát el kell adni, van egy termékem, és hogy az a jó, hogy minden jobb számokat generál, és emiatt meg mindenkiről fog készülni ilyen adás, lásd az újságíró nőről is, lehet, hogy az már kész, kés is van, és ki is fog menni. Igen. Szóval mindenkit azért ki akarnak használni. Aki lehet csavarni valamiből, akkor kicsavarják az utolsó cseppet, utolsó dollárt, utolsó lehetőséget is. Igen, igen. Ez ez ugye nagyon érdekes. Szerintem ez a legfontosabb része egyébként a filmnek, amikor amikor az újságíró nő és a, és a streamberry-nek a vezetője beszélget. Jabadi. Igen, Jabadi. És akkor ezt, ezt szeretném felolvasni ezt a részt, mert ez nagyon-nagyon ez fontos. Az újságíró, amikor azt mondja, hogy miért szörnyű, miért ilyen negatív mind, ugye miért úgy hívjuk a sorozatot, hogy Joan szörnyű. És akkor erre az igazgató, Javadi azt mondja, próbálkoztunk pozitív tartalmakkal is, de nem tetszett a közönségnek. Nem illett a neurotikus képhez, ami kialakult bennük magukról. Viszont amikor áthelyeztük a fókuszt a gyengébb, önzőbb vagy gyává pillanataikra, az megerősítette bennük a félelmeiket, és elvarázsolta őket a rémület. Az érdekli az embereket. És ugye ez egy óriási nagy manipuláció, hiszen igazából nem arról van szó, hogy az érdekli az embereket, hanem az evolúció folytán az ember leginkább arra figyel fel, ha valami veszély van, hogyha valami félelmetes, és ott van a fókusza, a figyelme. Márpedig, hogyha megkapják a fókuszt, figyelmet, akkor tudnak hatni, befolyásolni, manipulálni, és igazából ezt csinálja a streamberi. Tehát ezt jól bemutatja ez a rész, hogy ezek a sorozatok, amiket egyénileg az összes előfizetőnek akarnak csinálni, ez semmi más, mint hogy odaláncolni őket, a fotelhez, megfogni őket, és aztán a profitot növelni. Ugye még több feliratkozót vonzani, hát megtartani. ezt meg akarjuk nézni a szomszédot, hogy mit csinált jó Piska egész Mi? nap, hát akkor persze anyjuk, fizessünk elő, hát na, hagyj röhögjünk rajta, csak hát mindenkiről készök, mindenki körbe röhög, tehát elég brutál brutál, nem tudom, mi lenne, egy ilyen társadalmunk lenne, tehát ez ilyen apokaliptikus polgárháború, hogy nem tudom, hova vezethetne. Amit mondta, hogy a politikátok ez mennyi mindenki kihasználhatja ezt a deepfake, vagy ezt a tömeg irányítás, irányítani a tömeget, kenyeret és cirkusz, meg cukorkát, hogy hogyan lehet a fókuszt megszerezni, ez minden cég, minden multi erre törekszik, minden abtúgyár, hogy oké, okay, akkor hogyan tudjuk megszerezni azt a korcsoportot, azt a fókuszcsoportot, mert hát szükségünk van rá, hogy megvegyék a termékünket? Igen, abszolút, abszolút. És szerintem ami nagyon fontos, hogy ez a sorozat, ez, ez igazából közöl egy, egy emberképet, ami hát benne is van a címbe, hogy joan szörnyű. Tehát egy, egy olyan emberképről van itt szó, ahol az emberek elvesznek ösztöneik árnyékában, eléggé látszik, hogy a főhős is egy ösztönlény, aki megfelel Zigmund Freudi emberképnek, ugye Zigmund Freud volt aki ezt a jéghegy hasonlattal ugye megmutatta, hogy ami a vízből kilátszik a jéghegyből, az a tudatos rész és ami a víz alatt van, az az óriási rész, az a tudattalan és az az ami irányít minket, a vágyaink és a különböző um, ugye szexuális ösztönök. És ilyen értelemben az ember eh, eléggé közel van az állathoz. Hát meg a sarokba volt szorítva a, a, Joan, mire volt képes, hogy egy farkat rajzol rúzsal a fejére, pompom -pom lányként tönkre vág egy esküvőt, hashajtott bevéve, még telefossa a, a, templomot azért, hogy az őt játszó szalmáják ezen kiakadjon. Tehát tényleg, az ember sarokba van szorítva, akkor, akkor elég brutál dolgokra képes. Igen, igen, hát valószínűleg nem ez lett volna az egyetlen megoldás, amit őt választott, de, de valahogy a sorozat készítői nagyon, nagyon ilyen uh, uh, wc is voltak megállt. Ahogy vannak ezt... alternatívák, azokat beraktam a videó leírásába, hogy nem tudom, a Netflix vagy valami fizetett YouTube csatorna megcsinált pár alternatívát erre, hogy többféleképpen is ki lehetett volna akadni. Hát ők ezt választották. Igen, igen, tehát ez, ez, ez nagyon, több ponton is megjelenik, ugye ez a, ez a vécés dolog. De amúgy ez a WC, vagy ez a kiakadás, így hogy készítem az adásra hogy nem olyan mondjuk három napot, vagy négy napot mutathat be. tehát ki, első nap, amikor kiderül, hogy hoppá, mi történik, a második nap, amikor kiakad, utána összeszövetkezik szalma, mondjuk az egy napot tervezik, vagy lehet, hogy aznap bemennek, tehát sok film van, tegyük fel az összeomlás, amikor egy napot bemutat, meg amúgy a legtöbb Black Mirror amúgy röviden mutatja be, hogy egy nap alatt mennyi minden tud történni, és egy ember, aki mondjuk jó volt a nap végére, akár gyilkossá is változik, mert olyan hatások érik, amik, amik így előhozzák belőle az állatias oldalt, előhozzák a védelmet, vagy védeni akarja magát, vagy bárkit, hogy az emberi tulajdonság, nagyon hát, gyarló vagy, vagy bűn-bűnt tud elkövetni, pedig itt se feltétlenül ezekhez kellett volna folyamodni. Hát a forgatókönyvíróknak így meg tud szaladni a fantázia, de látunk erre példákat, hogy mondjuk egy dugóban üléstől kezdve mennyi minden így ki tudja akasztani az embereket, és, és milyen végeredményekhez tud vezetni. Igen, hát tulajdonképpen a dugó az egy jó példa, mert ahogy az emberek a dugóban vannak, az egyik ember kiakad, a másik meg bekapcsolja a rádiót és hallgat valami jó kis zenét. Tehát, hogy ugyanaz történik, de máshogyan reagálnak az emberek. Ugye ez egy, ez egy érdekes dolog, itt már ugye a pszichológiánál járunk, hogy, hogy um, hogyan tudom azt megcsinálni, hogy egy adott helyzetben, ahol a legtöbb ember stresszesen reagál, idegesen reagál, mégis nyugodt maradjak, Higat maradjak, és tudjam kezelni a helyzetet felnőtt módon, nem pedig hisztis gyerekként, vagy egy, egy, megvadult állatként. Hát itt összecsaptak a hullámok a feje fölött, tehát a vőlegénye elhagyta, kirúgták a munkahelyéről, tehát nagyon kiakadt. Amúgy szerintem pozitív a tehát, ami nem sokszor mondható el a Black Mirror-nál, tehát így a jók így van, kapnak egy feloldást, Persze a végén ott van a lábukon az a házi őrizetes jeladó, tehát, de az majd letelik mondjuk x idő után. Tehát ilyen szempontból sikerült valahogy ebből a purgatóriumból, vagy ebből a ré, rémálomból felkelniük. De ja, hát itt, van lud, vagy van, van, van vagy a, a, a streambrinek a füle mögött. Hát a kis ember megpróbálta, és ilyen szempontból a forgatókönyvíró tök adott feloldozás, vagy lehetőséget, hogy úgy, mint a a Star wars ba volt egy kis lyuk, amin ha belő akkor felrobban a halálcsillag, akkor itt is lehetőség bejussanak a szuper és elpusztítsák. Sőt, ott még ad, kap, dilemma is a főszereplőnek, hogy akkor most csak fel tönkretenem ezt a gépet, és annak milyen következménye lesz a alatta lévő nem tudom hány száz meta univerzumra, de hát ő úgy döntött, hogy elpusztítja a gépet. Igen, elpusztítja a gépet a sorozatban, ami úgy néz ki, mint egy infrasugárzó. Ér elfogyott a bücsi lehet, most Igen. én, én nem teljesen úgy látom, ahogy te a sorozat végét, nekem, nekem eléggé ijesztő volt a vége. Én megmondom őszintén, hogy, hogy ahogy, ahogy mondja ugye a valódi Valódi John a pszichológusnál, ahogy meséli, és ugye ez egy keretet kap a sorozat, ez egy keretes szerkezet. Ugye az elején azt mondja, hogy úgy érzi, hogy nem ő a főszereplő a saját életében, míg a végén elhangzik a szájából az, hogy most már azt érzi, hogy ő a saját uh, filmjében a főszereplő, a saját életében a főszereplő. És azt is mondja, hogy megvalósult az álma, és látjuk is, hogy megnyitotta a kávézóját. Ugye ez volt neki az álma, és akkor a kamera rámegy a lábára, és ott villog pirosan ez a bilincs, ami nekem egyébként nem azt jelentette, hogy ez hamarosan lekerül, hanem hogy ő eddig ben volt valamiféle börtönbe, amiből csak úgy tudott kiszabadulni, hogy megsemmisítette ezt a gépet, de valahogy a börtön továbbra is bizonyos formában megmaradt, ott van a lábán a bilincs, ami lehet, hogy lekerül, de aztán mi lesz a következő dolog, ami történni fog? Tehát... hát a nagy tech cég valószínűleg nem mentett töltönkre tehát így köszönni szépen, valószínűleg jól van. De mondjuk észben meg tök jó, hogy majd hatalmas kárt okoztak, és mekkora pereskedés történetett volna, hogy nem börtönbe kerültek, hanem ilyen szabad lábon meghatározott hatósugaruk körben mozoghatnak a fogalmam és sem hogy ennek a metódusa. Tehát igen, öröm az örömben, de ér... na, értem, amit mondasz. Egyik börtönből, cseberből, vödör, vagy cseberből, vödör, vödör Igen, cseberből. kicsit nekem az volt az érzésem, és emiatt a végén nekem ez egy eléggé de én nem úgy éreztem, hogy ez egy happy end, inkább egy ilyen cinikus befejezés, ahol, ahol mindenki nagyon örülés és közben Azért a kamera, amikor rámegy arra pirosan villogó lábbilincsre, akkor nekem összeszorult a gyomrom kicsit, hogy... Te tudod, hogy próbálták oda, akkor a kettő szereplő, akik összefogtak, akkor barátok, vagy valamiféle véddatszövetség kialakult, ha már mégis együtt, mert meg három nap alatt ismerték, meg valószínűleg a való életben is egymást, tehát hogy nem az, hogy oké, okay, én egy ilyen alűrös sztár vagyok, és soha többet, mert csinálom a dolgomat, tehát Ja, tehát így érdekes, érdekes befejezés, hogy így próbáltak oldani, de ja, értem, amit mondasz mindenképpen. Igen, és ami nekem ugye nagyon érdekes volt a sorozat elején, én nagyon csodálkoztam, hogy miért, miért van ennyire túl túljátszva uh, John szerepe. Tehát én nekem nagyon-nagyon valahogy ripacs volt ez a játék, és ahogy telt múlt az idő, ahogy rájöttünk arra, hogy ez az egyes fiktív szint, és ugye a sorozatnak az a lényeg, hogy mindent túl dramatizálni, mindent rosszabbá adni. tenni, szörnyűbbé tenni. Ott rájöttem arra, hogy wow, ez, ez egy zseniális húzás volt, csak ki kellett várni, amik eljön az a pont, hogy, hogy rájövünk, hogy ennek volt értelme. Mert egészen addig én csodálkoztam, hogy a Netflix egy ilyen sorozatot csinál, ahol ennyire, ennyire rossz a színészi játék, de így, ezek után azt mondom, hogy ennek volt alapja. Azt mondom, szóval, hogy valahol olvastam, hogy készítem az adást, hogy, hogy szalmahelyek milyen, milyen bénel, vagy mennyire gyökéren, vagy milyen tudok, milyen jelzét mondok, de ha így veszük, tehát ő már egy digitalizált verzió volt, így már ilyen szem. Ő neki még ripacsabbnak kellett lenni, tehát annak is, annak is volt így létjogosultsága, ugye? Tehát ahogy léptünk föl szinteket. Igen, kell. tehát a szalmahelyek volt már ugye a kettes szint, úgymond, vagy a, az egyes fiktív szinten a, a sorozat főszereplő. A kettes szint már a két blancset így, volt így, ilyen így, értelemben. Így, így Akkor látható, hogy minden egyes szinttel ugye a, a dramatizáció az, az egyre fokozódik. Tehát egyre durvább, egyre szörnyűbb. Amúgy nekem Ami maga történik. a főszereplő Giovanni, nem volt szimpatikus, meg nem volt érdekes, de, de amikor így kiderült, hogy mi is van, akkor így hát tudtam vele azonosulni, meg hát egy csomó mindennel én is értek egyet. Tehát, hogy, oké, okay, milyen reklámokat kapok, és akkor ezt így lehet négyzetre emelni, hogy akkor hát az a jó film, és ez most nem, nekem nem van szokott a telefon, hogy elképzelem, hogy én ilyen helyzetben, mit, vagy ha velem történne, hogy persze nem ilyen drasztikus helyzetben, de amit ez tök, tök megtörtént, az adatainkat, nekem is már többször fel akarták történni az e-mailemet, és akkor hát elég kelletlen lenne, ha olyan adataim kikerülnének, amit egy bankszámlától kezdve, egy csomó minden, ami, amit így vissza lehetne követni a, az e-mail levelezésemben, vagy hát a messenger is kapok olyan naponta ismerősöktől olyan vírus, hogyha rá, olyan linket, hogyha rányitnék, megnyitnám, akkor, akkor feltörne, vagy, vagy valamit tudnának a messengeremet csinálni, ami nagyon kellemetlen lenne. Tehát ez a kellemetlen érzés, amit így átért Juan, az, 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 elég valós, elég elég meg tudtam érezni, hogy ez ez most is megtörténik, persze nem ilyen szinten, de nem, nem kívánja az ember senkinek se ezt, hogy feltörjék, ellopják, kihasználják így az életét ilyen szintig. Igen, hát a legijesztőbb, amit a sorozatból láthatunk, az, hogy úgy használják föl ugye az adatait, vagy információkat, ami elhagyja a száját, hogy, hogy ugye arról nem is tudott, ugye amikor kirúgja az alkalmazottját, és azt mondja, hogy ugye szóba kerül ez, a, ez az ökológiai lábnyom, elhangzik nyilvánosan, akkor a cég őt emiatt rúgja ki. Tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy úgy használják föl az adatait, hogy arról nem is tudott, tehát gyakorlatilag semmit nem mondhat, Semmi olyat nem mondhat, ami terhelő lehet számára, mert akkor később azáltal ő neki valamiféle negatív következménnyel kell szembenézni. Ez a legdurvább. Hogyha ezt előrevetítjük a jövőre nézve, és már korábban ugye én belehallgattam az adásokba, amiket csináltatok a, a Black Mirror részekről, akkor szóba hoztad a. A szociális kreditrendszert, ami, ami Kínába elkezdődött. És annak pont az a lényege, hogy ha valami olyat csinálsz, ami az adott rendszernek nem tetszik, az ő szabályai ellen vét, ami teljesen önkényesen lett felállítva, akkor neked olyan negatív következményekkel kell szembenézned, ami a te szabadságjogaidat korlátozza. Tehát adott esetben csinálsz valami olyat, vagy mondasz valami olyat, ami rendszer ellenes, akkor nincsen pénzed a számládon. Nem tudsz utazni. Tehát ez az ijesztő a dologban, és ez, a, ez az ijesztő az ilyen megfigyelő rendszerekben, ahol a főszereplő benne volt. Ugye, joan folyamatosan figyelték, és szerintem nem csak a telefonja, hanem mivel összeállították az egész sorozatot úgy, hogy... Térfigyelő kamerától kezdve valószínűleg. Minden benne volt. És ugye, ugye a mesterséges intelligencia összeszedte ezeket az információkat, és aztán gyakorlatilag ugye láthatjuk, valós időben gyúrt egy sorozatot. Valós időben vágta azt meg, készítette el, és már ott is volt az összes előfizető képernyőjén. Hát ez villámsebessége, olyan, olyan, mint az internet, tehát ők ráklikkelsz, akkor hopp, ott van egy honlap, ez körülbelül a, az ilyen metagépeknek, ami a sorozatban szerepel, de a mostani szuperszámítógépek is már sok mindenre képesek és sok mindenre alkalmasak. Hát az ugri ott be nekem, hogy így hallgattak, hogy ott van Japán. Japánban milyen szigorúan veszik a munkát, a betegséget, és ha valaki beteg vagy, vagy elveszíti a munkáját, attól már öngyilkosságba tud menekülni, mert az milyen elveszítette a munkámat. Tehát belegondolva, hogy belegondolva, egy ilyen társadalomban, ahol ilyenek kerülnek, mennyi ilyen öngyilkosságot választanák, hogy hát ez mekkora, mekkora törés, mekkora trauma a családnak, hogy ezt így meglátják. Hát ugye tömeges öngyilkosságok történnének valószínű. Igen, bár azt, azt, hozzá kell tennem, és, és itt visszakanyarodnék ehhez a Zygmunt i emberképhez, amit, ami szerintem a sorozatban megjelenik, hogy ez nem az egyetlen emberkép, amit a, a pszichológia felállított, és, és, egy sokkal, sokkal frissebb, sokkal újabb emberkép, szintén Bécsi pszichiátertől, Viktor Frankl-től, az értelemnek a keresése. És ő azt mondja, hogy a lelkismeret az az iránytű az értelem megtalálásában. Tehát, hogyha a lelkismeretünket követjük, akkor minden helyzetben, minden esetben megtalálhatjuk azt a megoldást, aminek értelme van. És nem csak számunkra, hanem mások számára is. Tehát ez egy, ez egy sokkal humánusabb emberkép. Ez egy sokkal. Nyitottabb emberkép másokra. Tehát itt a sorozatban azért a főhős egy, egy eléggé önző karakter, és, és maga, maga a sorozat gyártó cég, ez a Streamberry is így látja az embereket. Tehát így látja az embereket leginkább eladhatónak, leginkább megjeleníthetőnek, mint egy szörnyű ö, ember. És, és ez ezzel ellentétes Viktor Franklnak ez a teljesen humánus emberképe, ahol az önfeláldozás megjelenik, a másokért élés, és ezáltal a boldogság elnyerése. És, és nagyon sok filmben jelenik meg ez az emberkép. Tehát ezt, ezt fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy és ez, ez emiatt nekem nem tudna kedvencem lenni a Black Mirror. Mert ebben a sorozatban egy. egy, egy embertelen kép jelenik meg rólunk. Vagy egy. egy... látod az összes részt. Hát, vannak azért olyan szerethető, azonosulható karakterek, akiket így meg amúgy van jellemfejlődés ebben is Johnnak, de amúgy az ilyen szempontból tök, tök jó csavar a hogy nem egy kedves, aranyos, szimpatikus karakter mutat be, hanem hát így, na, nem, nem, nem drukkolunk neki, meg történik vele valami, történik, tehát ez, ez, mégis egy még, még nagyobb handicapet kap a főhős, de azért vannak szerethető karakterek így a többi részben. Úgy, úgy mondom, hogy láttam mindegyik részt, de nem sok rész amúgy. Igen, és hozzátenném, hogy hogy ugye a, a, a főhős ugye nem, nem egy kifejezetten szerethető karakter, és minden egyes szinttel egyre rosszabb lesz, egyre szörnyűbb lesz, ugye? Mert a dramatizáció a túlzások miatt. Tehát pontosan Pontosan ez az, ami rögtön a, a sorozat első felébe megjelenik, amikor, amikor ki is mondja, John: én nem vagyok ilyen szörnyű, és valóban nem. Tehát Szalmahajek őt rosszabbnak állítja be, és ez tudatos. Szerinted az tudatos, hogy, hát már bocsánat a színésznőt, aki az eredeti John-t játsza, ő azért egy kicsit molett, tehát a, őt játszó, tehát a digitális verzió, az már az egy szebb, formásabb színésznők, kialakítások, tehát hogy itt mondják, hogy a szürke kisegérből azért kicsit azért hype meg felturbózták, hogy eladható legyen. Egyre jobban felturbózták. Tehát a, ugye a a, úgy, 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 azt lehet látni, hogy itt is a fokozás... két blenset jobb nő a szerint. A fokozás jelenik meg, és ugye az, azt láthatjuk, hogy az egyik karakter teljesen el van ájulva két blansettől mennyire jól néz ki. Ezzel is kifejezték, hogy még jobban néz ki, mint szalmahelyek. Tehát ott még, még rátettek egy lapáttal, és valószínűleg a következő szinten még tovább mentek. És a karakter még szörnyűbb lett. Hát el kell adni a terméket, szóval valami pluszt, mint a való világban, az első való világ milyen volt, a mostani tizedik nem fogalmam sincs, az elsőt azt még valamennyire követtem, mert az újdonság varázsa, de most már annyira kikeverni a biztosítékot, annyira valami különlegeset, ami még nem volt, amit még nem látott senki, ilyet csak itt lehet látni kategória, tehát így gerjeszteni kell a, az ingert, meg kikeverni a küszöböt hogy, hogy elérjék a népeket, hogy nézzék a sorozatot. Igen, ez a kenyeret és cirkuszt a népnek kategória. De visszatérve így magához az alapkoncepcióhoz, szerintem ez tökéletes, hogy te a metával, mert ezt nem, nem, tudom mikor forgatták, tehát egy, lehet egy másfél éve, csak még megvágták, meg marketing, meg mi egymást, tehát akkor így érezhették, hogy fél éve, de ez nem tegnap, tehát ezt tényleg emberekkel forgatták le, tehát ez, ennek van átfutás ideje, meg marketing, tudom, az első előzetesek mikor jöttek, tehát valószínűleg akkor már készen volt, akkor megvágták. Tehát ez egy 50 perces részek, tehát amiatt is jó szívvel ajánlom, hogy nem egy másfél-két, három órás filmekről van szó, és egy, egy 50 percben azért annyit bele tudnak rakni, hogy mi is tudunk bőven beszélni podcast keretén belül már 44 perce. Szóval, szóval szerintem bármelyik adás, vagy bármelyik epizóddal lehet kezdeni. Sokan azt mondják, hogy az első évvel, első részével ne kezdjük. Szerintem amúgy azzal is lehet kezdeni, mert abban is van egy jó társadalom kritika. De, de igen, ez a meta, ez a meta világ, ez most nagyon-nagyon velünk van, és van benne sok lehetőség. Akár pozitív szempontból is. Tehát, hogy tegyük fel, itt van egy Sebész, és mert olyan gyors internet van, olyan jó robotkarok vannak, hogy Ausztráliában meg tud műteni valakit, tehát körülbelül itt is tart már a tudomány, de hát a tudomány sok mindenre lehet használni, nem csak pozitív dolgokra. Persze, hogyne, és, és, a, és a technika az, 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 nagyon sok jót hordoz magába. Tehát nekem számomra például a tanulás az egy olyan dolog, ami nagyon fontos érték az életemben. És... és még jártunk könyvtárban. <laughs> igen, jártunk még könyvtárban valóban és most az online tanulás az olyan elképesztő lehetőségeket ad, tehát a, aki beszél nyelveket, németet és főleg angolt, mindent el lehet érni online, mindent meg lehet tanulni, és a legjobbaktól, tehát vannak ezek a masterclassok, ahol a legjobbaktól tudod megtanulni azt, amit ők nem tudom hány évtized alatt sajátítottak el, és a legfontosabb tanácsait átadják, pár órában. Hát az emberek helyett így láttuk, hogy a Covid alatt, a, most a háború, mindenki szakértő, mert elolvas egy blogot, számára szimpatikus blogot. Hát ilyen szempontból az AI az legalább mindent elolvas, és abból generál valamit. Tehát azért sok minden van fent, és most sok mindent el kéne olvasni. azt mondom magamnak is mondom, de hát nekem mindenkinek van egy kis buborékja, és akkor mind mindent nem is lehet elolvasni. Hát egy szuper számítógép képes, hogy mindent elolvas, és abból generáljon össze valamit. Igen, valóban, és, és azért bennem felmerül az is, hogy, hogy azért a szuper számítógépbe azért bele is lehet nyúlni ám, tehát <laughs> azért ez az nem úgy van, hogy, hogy akkor hirtelen most kapunk valami objektív, teljesen független híradást az AI-tól, azért ebbe ebbe jelentősen bele lehet nyúlni és cenzúrázni olyan tartalmakat, amik nem kívánatosak. Hát mert most már most is mindent és... cenzúráznak, hogy mennyi mindent, hogy ki akarnak, vagy most a francia kapcsolat, vagy van így van egy Gene Hackman film, hogy abból ten kivágtak egy rasszista, az a Disneyhez tartozik, és egy rasszista rész kivágtak belőle, mert hát, az nem mutatott jó, de pedig a karakterben mutatásához amúgy az hozzá tartozott volna, de egy utólag is már lehet, meg, meg szoktak cenzúrázni, ami most tényleg mennyire jó. És ha ezt megadjuk a lehetőséget egy technológiának, az azért félelmetes lehetőséget rejt. Valóban én ezzel nem értek egyet. Tehát egy. Egy filmművészeti alkotás, tehát a francia kapcsolat az egyértelműen az cenzúrázni, aminek történeti, történelmi jelentősége is van. Tehát ez az olyan, mintha bemegyek a múzeumban és kidobálok dolgokat, amit Bibliában, szerintem... Hogy akkor most Mózes mit csinált, <laughs> vagy a Káin és Ábel. Tehát azért, azért történeti jelentőségű dolgokat kontextusában kéne kezelni, és nem behozni jelenünkbe, és valamiféle ideológia által átformálni, és és megmásítani, azért ennek szerintem nincsen értelme, körülbelül annyi értelme van, mint a, egy diktatórikus rendszerben a könyvégetéseknek, ahol, ahol, én meg akarom akadályozni, hogy valaki belenézzen olyan dolgokba, ami ellentétes az ideológiával. Azt hiszem, hogy ez, ez, ez senkinek nem érdeke, aki, 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 nyitott ember, és, és szeretne ránézni nemcsak a jelenre, hanem a múltra is. Hát sok félelmünk lehet, de hát az ének nem a félelmeink irányítanak, és, és, próbálunk ezzel foglalkozni, akár egy ilyen podcast adásban beszélni erről, és amit láttunk, tehát a mesterséges intelligencia, a nagy tech cég, mire képes, mire hajlandó, hogy valamilyen szempontból, ha rávetítjük a saját életünkre, neked közel vagy messzebb közel, most távolabb jövőben így van valami félelmed, ami szerinted akár ebből a részből is így megvalósulhat? Abszolút, abszolút, tehát azt lehet látni, hogy hogy egyre nagyobb a, a térnyerése a tech cégeknek, és ugye nem csak arról van szó, hogy, hogy egyre nagyobb uh, részt uh, láthatunk a, a saját életünkbe ezekből a technológiai vívmányokból, hanem azt is láthatjuk, hogy, hogy a pénzügyi szektorral is történik egy, egy összefonódás a tech cégeknek, ami azt jelenti, hogy, hogy az életünk minden területére be tud gyűrűzni a technológia, és mindent meg tud változtatni, át tud formálni, és ez a fejlődés, ez, ez óriási ütemű. Tehát az, az ember, ahogyan most kinéz, és ahogyan most nekünk a, a, szükségleteink, a felépítésünk, a... Újjaink hossza, minden. Igen, tehát minden, ami, ami minket, minket, emberré tesz, az, 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 év ezredek terméke. És akkor most itt pár év alatt a külvilág olyan fordulatot vesz, ami, hát ugye, hogyha megnézzük azt is, hogy eltűnnek hamarosan állások. Tehát a, a, az önvezető autóktól a, az Amazon raktárakban használt robotokon keresztül látható, hogy, hogy ez az irány ez, ez egyre jobban felgyorsul, és a legtöbb embernek el kell gondolkozni azon, hogyha megszűnik az állás, akkor hogyan tud gyorsan valami más tanulni és átképezni magát. Tehát itt, de itt viszont csatón, egy lehetőség van, tehát tanulni azért hál' az ez, ez egy lehetőség is, de egy óriási kihívás, mert látható, hogy lesznek rétegek, akik ezt a tempót nem fogják bírni. Hát lehet, hogy úgy, mint a, a szövőgépeknél, de ott is volt, hogy felgyújtottak szövőgépeket, meg így féltek, hogy most elveszik a munkájukat, vagy mi lesz, tehát itt is lehet, hogy lesznek ilyen lázadások, de születek majd, bízunk benne, legyünk optimisták, születek majd új munkahelyek, vagy lehet, hogy olyan körülmények lesznek, hogy tényleg nagyon kevés emberekkel dolgozni, és akkor tényleg csak tanulással, túrázással, gyerekneveléssel kell foglalkozni. Tehát így értem, amit mondasz, és lesznek kihívások, meg az, amit, amit látok, hogy tegyük fel, már kisgyerekeknek a metrón adják az okostelefont, és az ő agyuknak a fejlődésére, hogy nem mesét olvasnak, hanem látnak vizuálisan, tehát hogy ezek a változások, azok már egy-két múlva, nem azt mondom, hogy rosszabbul fognak beszélni, vagy, vagy nem lesznek Leonardo da vinci vagy nem lesznek olyan feltalálók, de valamilyen szinten tényleg a, az embernek a fejlődésére, agyi szinten, és az, meg utána, hogy, hogy, hogy tartjuk a fejünket, nézzük az okostelefont, tehát ezek mind nem évmilliók alatt, hanem a ketek 100-200 év alatt, így nem azt mondom, tek leszünk, és hosszabbak lesznek az újjénk, hogy elérjük a a, 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 kijelzőt, de lehetnek hatásai, csak hát mennyi idő kell, de pedig az agy, agynak a fejlődése, az lehet, hogy egy 100-200 év múlva már látszódni fog. Nem azt mondom, hogy a hülyék paradicsoma fog bekövetkezni, mint a filmben, még az is egy érdekes film, de, de ezek mind-mind, és gyorsan, gyorsan történik nagyon sok minden. Én azt tapasztalom, hogy már most is látszik, én, én 17 és 20 év közötti fiatalokkal dolgozom, és nagyon sokuknál probléma, figyelemzavar, a koncentrációs probléma, nem tudnak egy dologra hosszan fókuszálni, hosszan. Hát a pár másodperc sokszor már kihívás, mert már azonnal ugye a telefon által, amit pörget, a különböző applikációk, ahol másodpercenként rengeteg különböző tartalmat lát, rengeteg videó, a, az írás az gyakorlatilag egy ilyen SMS hosszúságú pár szó, pár mondat, hagyományos könyvolvasás, nagyon ritka. Akkor ak ak a hóhért, mikor írtál utoljára kézzel? Jó, mondjuk az odásra készült, én látom, hogy van jegyzet, te például szoktál írni. Én elég sokat írok kézzel, már csak azért is, mert ugye a YouTube csatornámra amikor megnézek egy videót, akkor utána én jegyzetelek, és, és ezáltal elég sokat, meg a munkahelyemen is szoktam elég hát sokat jegyzetelni. De... Én csak egy a saját példát mondjak. Én a lányomnak, a lányom szeretés előtt írtam naplót neki, tehát a kilenc hónap alatt, mit történt, olyan fura volt kézzel írni, tehát így, így csúnyán írtam, tehát nem így írtam meg, meg fárasztó volt, tehát az ember, és csak tíz éve nem írok kézzel, csak én aláírásomat vagy pár dolgot, tehát minden jegyzetet, minden telefonot készítek, és ez az én életemben történt meg. Igen, valóban, valóban. Nem szorulunk rá már, hogy kézzel írjunk, viszont ha kézzel írunk, akkor sokkal jobban megmarad, amit leírtunk. Tehát az, az megfizelhető, A hogy... A következőt is papír meg jó? Nem fel lehet használni új papírt? Értem, értem. De ezt folytas kérlek, hogy te mit tapasztalsz, mert én például annyit tudnék mondani, hogy ha most lennék főiskolás, vagy most lennék gimnazista, akkor is tök nehéz volt kötelező olvasmányt olvasni, meg, meg, meg tanulni, meg bemagolni, tegyük fel a verset, és mindennek megvan az értelme, tehát felnőtt fej azért látom, de most még nehezebb lenne tehát oda fókuszálni, leülni, így is, ahogy, akkor már tudtunk -e SMS-t írni, vagy rajzoltam, hogy meg, mindig megtalálja az ember a más, más lehetőséget, amivel elterelje, vagy, vagy valami olyan hobbit csinál, hogy most akkor ne kelljen tanulni, de hogy minél több minden, minél több minden közül lehet választani, ez nekem felnőttként is, hogy most kéne valamit tanulni, biztos sokkal nehezebb lenne, mint annó. Amikor még fiatal voltam. Igen, tulajdonképpen az agykutatók azt mondják, hogy nincs különbség fiatal és idősebb ember tanulási képességek között, csak Idősebb korban már hiányzik a lelkesedés. Ugye, ami a, a fiataloknál ott van, vagy a gyerekeknél, amikor tanul valamit, akkor annyira lelkes, hogy ez, ez minden akadályon át segíti, és, és később is, hogyha valami annyira érdekel, hogy hogy mindent megteszel azért, hogy megtanult, annyira lelkesedsz, annyira érdekel. Tehát az érdeklődés az nagyon fontos, akkor legyőzhető minden akadály, és megtanulható bármi a világon. Nekem ez a tapasztalatom. És visszatérve a fiatalokhoz, Ugye nagyon-nagyon nagy uh, kihívás volt azért a fiataloknak, a gyerekeknek, az iskolásoknak a koronaidőszak, amikor egyik pillanatról a másikra át kellett állni az online tanulásra. A legtöbben nem voltak egyáltalán felkészülve, sőt, nem voltak meg a feltételei, sőt, tovább megyek, a tanároknak sem volt meg az a Szekintan tudás állap, igen, háttér, igen, ami az... ehhez kellett volna, mert az online tanítás az teljesen más, mint, a, mint az élő tanítás. Tehát amikor én nagyon sok tanfolyamon részt vettem, nagyon sok képzést csináltam, élőt is, és online is. És teljesen más, hogy megy a kettő. Tehát totál más, hogy tanulsz, totálisan más a tanár-diák viszony, minden. Az elejétől a végéig. És erre átállni egyik napról a másikra, na, náhogy nem sikerült. És ez rengeteg problémát okozott, a mai napig ugye itt egy, egy szakadás, egy luk keletkezett nagyon sok fiatalnál, nagyon sok iskolásnál, és ennek a következményét lehet látni, lehet érzékelni. És ugye most eljutottunk oda, hogy sokkal nagyobb a felkészültség ezen a területen, de hát ugye most mindenki visszaállt a hagyományos oktatásba, tehát láthatjuk azt, hogy hogy akkora volt a kihívás, hogy igazából nem sikerült az integráció. Ami mondjuk nagyon sok munkahelyen a home office-szal sikerült és megvalósult, és nagyon sok multinál egy vagy két napot otthon vannak azóta az emberek, és átálltak erre, és a jövőben ezt tudják továbbvinni, addig számomra felmerül a kérdés, hogy az iskola hogy tud megbirkózni ezzel a kihívással ami igazából teljes körűen nem sikerült az elmúlt években. És, ezért... És lehet, hogy lesznek még járványok, meg, meg újabb kihívások az életünkben, szóval. Hát bármi, bármi jöhet, ugye? És így a két szék között a pad alá esni, ez nagyon sok fiatalt nehéz helyzetbe hozott. Tehát nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy most. Az oktatás egy sokkal nagyobb kihívással néz szembe, mint három évvel ezelőtt. Hát meg mellette így a, az online tér, visszatérve így a Netflix-től kezdve, streaming háború, mennyi jó tartalom van, mennyi mindent lehetne csinálni mennyi mindent lehetne tanulni, mennyi YouTube tartalom van, szóval van, van a fiataloknak, és nekem felnőttként is tök nehéz, és egy csomó mindent meghallgatni, megnéznék. volt, ezt csináltam annó, hogy zuhany alatt kétszeres sebességgel hallgattam meg valamit, mert akkor volt kis időm, meg, 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 meg felfogható volt, mert Ilyen, ilyen, olyan periódus volt az életemnek, szóval mindenképp minden korszak megvan a saját kihívás ebben a, ebben a, rohanó világban, de hát itt van ez a Black Mirror, és hála az égnek ad egy görbetükröt ez a, ez a fekete tükör, a saját kis kijelzőnk, a saját kis monitorunk, hogyha belenézünk hosszan a kikapcsolt kijelzőbe monitorba, hogy hát... Mert most, mert ma is például kipróbáltam azt, hogy csak én néztem az embereket a metrón, vagy az S-bánon, hogy én nem nyomkodt, Utána elkezdtem én is a telefon, de itt mindenki lefele lefele nézés a telefon, nagyon kevesen olvasnak, persze mindig van, aki olvas, vagy, vagy csak néz ki fele, de hát igen, itt van ez a saját kis rabigánk, amit nem is kell uh, ránk erőltetni, hanem megadjuk a nagy tech cégeknek azt, amit, amit akarnak az információt rólunk. Hát reméljük nem, használják, nem használják vissza, nem, vagy nem élnek velem vissza majd. Hát igen, ez nem rajtunk fog múlni. Azt hiszem. Hát olyan embereket kell a politikában megválasztani, akik az érdekeinket képviselik, kordába igen, tartják igen, ezeket és a ilyen, cégeket. Ilyen értelemben meg rajtunk fog múlni, hogy hát egyrészt ugye, hogy mi mit használunk, mit részesítünk előnyben, másrészt pedig, hogy milyen értékek fontosak számunkra, milyen értékekért állunk ki. Ugye ez, ez, szerintem minden felnőtt ember életében fontos, és eljön a pillanat, amikor oh, végig... az a gyereknek is pál utcai mi egymást? Hát az... hogyne, hogyne de... persze, de, 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 eljön a pillanat, amikor végig kell gondolni, hogy számomra mi az, ami fontos és értékes. Mert ugye az élet véges, és, és jobb, hogyha arra koncentrálok, ami számomra fontos, mint hogy elaprózzam magam. És ez... Ez nem remek, könnyű. ez a remek záró gondot, tehát amit mondott Otto, hogy az élet alfa és omega, tehát van vége, szóval nézzetek jó sorozatokat, hallgassatok jó pod podcasteket, szóval köszönjük szépen, hogy időt, energiát, figyelmet kaptunk tőletek, nekem az egyik a filozófia alaptézésem, hogy az idő a legdrágább valuta, szóval nagyon megtiszteltetek, hogy figyeltétek az adásunkat, reméljük tetszett, ha tetszett, akkor osszátok meg ismerőseitekkel, Ottónak a Youtube csatornáját jó szívvel tudom ajánlani, tehát ha filmet kerestek, szerintem ott jó ajánlót fogtok találni, és akkor vagy a Netflixen, vagy ahonnan tudjátok, majd megszerzitek azok a filmeket, mert némelyik filmet amúgy lehet nem is olyan egyszerű megszerezni azok közül, és hogyha van bármilyen véleményetek, a komment szekció ott van, írjátok meg, és még nem tettétek meg, iratkozatok fel a csatornára. Ottó, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélem összehozunk egy másik adást is. Én is köszönöm, és szintén remélem. Köszönjük szépen a figyelmet, vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok, szép estétek, attól függően, mikor hallgattátok ezt. Sziasztok! Sziasztok!